A Fekete-tengeri partvidék nagy részén ítéletidőtomból, nehézségeket okoz a havazás a Balkánon, illetve Ukrajnában is. A Krím-félszigeten egy mediterrán ciklon gerjesztett hatalmas vihart. Az ítéletidőben egy ember meghalt, többen eltűntek. Hétfőre viradóra 500 000 maradtak áram nélkül, több városban is szükségállapotot vezettek be. Elakadt kamionok várakoznak Bulgáriában. Van olyan jármű, ami már több mint fél napja nem mozdult a télies útviszonyok miatt. Várunk, mit tehetünk? Nem tudunk átmenni, mondta egy kamionsofőr. Több régióban szükségállapotot hirdettek ki a hétvégi heves havazás miatt. 280 iskolában szünetel a tanítás. Legsúlyosabb a helyzet az ország délkeleti részén, ahol vörös riasztást adtak ki. Számos település továbbra is megközelíthetetlen. A közlekedés nem csak az utakon, hanem a vasúton is akadozik. Több járat el sem indult. Járművek vesztegelnek a behavazott utakon az ukrajnai Odesszában. A Fekete-tenger partján fekvő kikötővárosban és környékén tomboló hóvihar megbénította a közlekedést. Rengeteg kamiont és autót ejtett csapdába. Az úttestről lecsúszott járművek csak segítséggel tudtak hazajutni. A rendőrségnek és a tűzoltóknak kellett beavatkoznia akkor is, amikor egy busz az egyik eltorlaszolt autópályán rekedt. Az utasokat sikerült kimenteniük. A rossz időjárás legalább 14 autópályát érint, és legkevesebb 2000 településen szünetel az áramszolgáltatás szerte az országban. Ukrajna jelentős része rendkívül nehéz időjárási körülményekkel néz szembe, de az ország déli régióiban a legrosszabb a helyzet. A Krím-félszigeten egy mediterrán ciklon okozta vihar miatt több százan kényszerültek arra, hogy az éjszaka közepén elhagyják az áradás fenyegette házakat. Jevpatória városában, ahol több utca is víz alá került, teherautókkal menekítették az embereket, de hasonló volt a helyzet Szevasztopolban is. Az óránkénti 90 kilométeres szél az épületeket is megtépázta, és hatalmas fákat csavart ki gyökerestől. 500 000 maradtak áram nélkül. Hétfőn nem nyitottak ki a hivatalok, az óvodák és az iskolák sem. A helyieket arra kérték, hogy maradjanak otthon. Szakértők szerint a Krímben az időjárás megfigyelés mintegy másfél évszázada alatt nem volt még ilyen erejű vihar. Hóekék takarítanak Moszkvában, ahol több mint 12 000 munkást is az utcákra vezényeltek, hogy segítsenek a havazás okozta fennakadások leküzdésében. Az orosz fővárost és környékét sújtó hóesés és jégeső miatt több repülőjárat késett vagy el sem indult. A hóréteg vastagsága elérte a 22 cm, ami a háromszorosa az ilyenkor szokásosnak. Németországban is leesett az első hó. Az ország középső és déli részén csúszóssá váltak az utak. A közlekedést a havazás mellett az is nehezítette, hogy sok autós láthatóan nyári gumiabroncsokkal indult el, és csúszkálva akadályozta a forgalmat. Az előrejelzések szerint a következő napokban további havazás és erőteljes széllökések várhatók ezen a vidéken.